Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 24. adásában. Bibók Barbara vagyok. Mai műsorunkban vendégünk lesz dr. Magyari Beatrix, az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet igazgatóasszonya, aki beszámol a jótékonysági rendezvények alkalmával befolyt támogatások felhasználásáról. Megismerkedhetünk a Domonyi Kézilabda Sport Egyesület tevékenységével és eredményeivel. Közzétesszük a Pest megyei rendőrfőkapitányság sajtóközleményét. Majd végezetül ismételten vendégünk lesz Antal Ágnes okleveles virágkötő, aki ötleteket ad a karácsonyi teríték elkészítéséhez. Tartsanak velünk ezúttal is! A Legyen az Ön Szívügye is alapítvány a közelmúltban már másodízben szervezte meg jótékonysági rendezvényét a rendelőintézet járó betegellátásainak komfortosabb áttétele céljából. Ezen témának kapcsán vendégem a stúdióban dr. Magyari Beatrix, a rendelőintézet igazgatónője, aki egyben a kuratórium elnöke is. Szeretettel köszöntöm, Beatrix! Szintén jó estét kívánok! Szeretném pontosítani, jó, nem mi szerveztük a jótékonysági esteket vagy délutánokat. Az egyiket egy volt kolléganőnk szervezte, ami a szódon volt, a következőt pedig, ami Ikladon zajlott, az teljesen az ikladiak műve volt, vagy ajándéka nekünk, azt kell mondjam. Úgyhogy mi ennek csak a hasznát élveztük. De önök voltak a kezdeményezői a rendezvény sorozatnak, és aztán továbbadták a stafétát. Hát az ötletadók tulajdonképpen igen, hogy hogyan is lehetne, de a kivitelezés az az ő dolguk volt, különösen az ikladi, mert ott a műsorról is csak annyit tudtunk, hogy ők ezt megszervezik, mi elmegyünk, örülünk nekik, és valóban örültünk. Hiszen hasznosan is sikerültek ezek a most a haszontól függetlenül is örültünk, mert egyáltalán a probléma végre látóképbe került. És úgy tűnt nekem, meg gondolom, hogy a többieknek is, akik ott ültünk, hogy ezt szívesen csinálták. Ők ezt tudták adni, ők ezt adták, és a szívvel lélekkel adták. És hogy aztán ennek milyen anyagi következményei vannak, azt most még én nem tudom, mert az ikladi bevételről tényleg nem tudok. Én azt tudom, hogy Aszódon, amikor volt, ez még szeptember végén volt az aszódi jótékonysági, ott 501-2000 forint jött össze támogatói jegyekből. Emellé elég sok befizetés történt, postai csekken, átutaláson, személyesen. Ezek szerint, aki nem vett részt, nem feltétlenül vett természetesen részt, hát mindenkinek lehetősége meg volt, ha adni akart, akkor tudott. Na, summa summarum, annyi pénz jött össze, hogy végre azokat a borzasztóan csúnya padokat, amik a várókban voltak, azt közös megegyezéssel lecseréltük. Na most mindenképpen szeretnék kitérni arra, hogy a Medina Buta, nem tudom, hogy lehet-e itt reklámozni, vagy nem lehet, de én most akkor is reklámozni fogok. Szóval a Medina Butor Kft., ők Kápolnán dolgoznak. Semmi közük ehhez a körzethez, semmilyen szempontból. Ha foguk fáj, nem hozzánk jönnek. No, írtunk nekik egy levelet, hogy szeretnénk ezt kicserélni, kérünk x darab padra árajánlatot, ők vissza is küldték az ajánlatukat, amit mi sajnálattól vettünk tudomásul, hogy hát ennyi pénzünk nincs. Következő levél, köszönjük szépen, nagyon kedvesek igazán, de tényleg nincs ennyi pénzünk. Mi akkor egy csökkentettebb mennyiségre kérnénk árajánlatot. 19-re kértünk, mert kiszámoltuk, hogy körülbelül, ha tartják azt az árat, amit a nagyobb mennyiséghez ígértek, akkor azt még ki tudjuk fizetni. És akkor kaptunk egy válaszlevelet, hogy 20-at fognak adni azon a pénzen, és még ingyért oda is hozzák nekünk. Most én azt gondolom, hogy ez egy olyan gesztus, ami nem lehet megköszönni úgy, hogy az ember ne legyen meghatva tőle, mert hát végső soron mi közük van Kápolnán az Aszódi Szakrendelőintézethez, vagy az alapítványhoz. Ez annyira emberi dolog volt, hogy én azért mondtam, hogy ha lehet, ha nem, én reklámozni fogom ezt a céget, mert nem is láttuk őket, senkit a cégtől. És ennek ellenére ők megértették, hogy hát most bajban vagyunk, de hát valamit azért szeretnénk csinálni.
és tőlük ennyit el lett, ők ezt adták. Ez egy nagyon-nagyon jóleső dolog volt, és én valahogy bízom benne, hogy ettől kedvet kapnak esetleg a többiek is. Igen, érdekes dolog, amit a doktornő említett, hogy a távoliakat talán néha még inkább megérinti egy adott problematikus helyzet, hiszen ugye azt tapasztaljuk, hogy sokszor az érintettek nehéz szívvel vagy nehéz kézzel adakoznak, nyújtanak segítséget. Felmerült egy olyan dolog a köztudatban, hogy esetlegesen azért, mert hogy az érintett emberek, családok egyenlőségjelet tesznek az aszódi rendelőintézet és az aszódi önkormányzat között, és úgy értelmezik ezt a dolgot, hogyha a rendelőintézetet támogatják bizonyos anyagi javakkal, felajánlásokkal, vagy akár tevékenységekkel, akkor azzal az önkormányzatot támogatják. De ez nem így van. Ez abszolút nem így van. Egy korábbi adásban egyszer már beszélgettünk erről, hogy a rendelőintézet fenntartója, feladatellátója tulajdonképpen az aszódi önkormányzat. De az aszódi önkormányzat kiadta működésbe a rendelőintézetet. Hát most mondjam azt, hogy ezáltal mindenféle olyan kötelezettségről ő lemondott, ami mondjuk súlyosabb anyagi terhekkel járt volna. Na most van egy működtetőnk, egy non-profit Kft., erről is beszéltünk már, minden haszon nélkül működteti a rendelőintézetet, és ők a MedCenter. Ők a MedCenter Kft., igen. No most, amit én nagyon szeretnék, hogyha megértenének az emberek, hogy ha az alapítványnak vagy a rendelőintézetnek nyújtanak bármiféle segítséget, akkor saját maguknak nyújtanak. Hiszen ezeket a padokat is úgymond ők vették maguknak, hát mi csak egy közbelső lépcsőfok voltunk ebben. És ha mondjuk most kifestetnénk, mert nagyon ráférne a rendelőintézetre egy festés. Hát azt sem nekem csinálnak, nem az aszódi önkormányzat vagyona nőne ezáltal, hanem az ő komfortérzetük javulna amikor meg. Amikor belépnek, akkor mert egészen más optikailag. Igen. Tehát a higiéniáról nem is beszélve, azért egy festés azt is biztosít. Igen. Nagyon remélem, hogy ha egyszer ellenőrzést kapunk, akkor, és még nem jutottunk el a kifestésig, akkor csukott szemmel fognak ellenőrizni. Reméljük, hogy az ellenőrzés csak a kifestés után következik inkább. Megpróbáljuk úgy intézni, hogy ez így legyen, igen. A következő jótékonysági rendezvény ezen a hétvégén fog lezajlani Galgahévízen, az ottani falu karácsonnyal egybekötve. Itt ugye részben a felajánlások akkor akár a festésre is felajánlhatóak, de mik azok a teendők, amire még szükség lenne, hogy megvalósuljanak a rendelőintézetben? Hát elég sok mindenre szükség volna, de ezek tényleg nagy beruházás jelentenének. Nagyon rosszak a nyílászáróink, de ezek milliós tételek, hogyha ehhez akarnánk hozzányúlni. Tehát én most ilyen nagy volumenekben nem is gondolkodom, erről is beszéltünk már, hogy ők is nem a lakosság feladata ezeknek a dolgoknak a rendezése, de bárki azt mondja, hogy én villanyszerelő vagyok, például, és én most átnézem, hogy milyenek az elektromos vezetékek, vagy én nem értek hozzá, de gondolom, hogy azért ez így megy. Akkor azt mondom, hogy köszönöm szépen, ezzel segítettél nekem. Vagy azt mondja X önkormányzat, hogy itt van 20 liter festék, kenjétek, ahova úgy gondoljátok, hogy a legfontosabb kenni. Vagy azt mondja egy építési vállalkozó, hogy télen úgyis holt szezonban nem nagyon tudunk dolgozni. Igen. Tehát ezt hétvégét rááldoznék arra, hogy ha ti adjátok a festéket, akkor én adom a munkámat. Tehát ilyesmiben gondolkodom én még csak, mert azért nem látom, hogy a nagy beruházásoknak lenne alapja. És megint hangsúlyozom, hogy ez nem is a lakosságnak a dolga volna. Abszolút. Érthető. Hogyha most beszélgetünk ismételten az elkövetkezendő hétvégi rendezvényről, a doktornő mivel buzdítaná a képernyő nézőit, hogy miért jöjjenek és vegyenek részt ismételten ezen a rendezvényen is? Csak azzal, hogy akik részt vesznek, akik szervezik, szívesen vesznek részt, és szívesen szervezik. Ezáltal mindenki kap valamit, de ha engem nem érdekel, mint nézőt, akkor ők hiába dolgoztak. Ha engem érdekel, mint nézőt,
és szívesen nézem, akkor ők is, a szervezők és a résztvevők is kaptak valamit, mert megkapták az én érdeklődésem. Azt hiszem, hogy ez olyan, hogy minden szereplője jól járna. Nem csak a résztvevő szereplők, hanem a ott ülők, vagy a televízióban, nem tudom, hogy lesz-e adásban, de akár a televízióban, akár ott helyszínen, szerintem mindenki jól jár. És hát ezek az első lépések, amelyek egy nagy volumenű összefogáshoz vezethetnek apránként. Bízunk benne, hogy minél többen élnek ezzel a lehetőséggel. Hát nagyon remélem, hogy ez csak fokozódni fog a későbbiekben, mert azért az ember hallgat híreket, néz televíziót, sok jót sehonnan nem hallani, de hát egészségügyre mindig szükség volt, szükség van és szükség lesz. Az unokáknak is. És ha másképp nem megy, hát akkor csak együtt tudjuk csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi eljövünk és tapsolunk, ők eljönnek és szerepelnek, és aztán az eredményt pedig közösen élvezzük. És legyen a szívügyünk a rendelőintézet megmentése. A domonyi férfiak nem csak a karácsonyfa feldíszítésére készülnek aktívan, hanem emellett mindennapjaik szerves része a sportolás is, méghozzá a kézilabdázás formájában. Szeretettel köszöntöm stúdiómban Kmety Mihályt, aki a Domonyi Kézilabda Sport Egyesület elnökségének tagja, illetve emellett Művelődési és Sportbizottság elnöke is. Igen. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meg kívásunkat, Mihály. Kérem, mutassa be nekünk egy picit, hogy milyen történelmi múltra tekint vissza az Önök Kézilabda Egyesülete. Hát a kézilabda csapatunk 1959-ben alakult, azóta folyamatosan megye első osztályba, illetve előfordult, hogy felső osztályban is sikerült szerepelnünk. Többször megnyertük a megye első osztályt, 1992-től 94-ig az NB2-ben szerepeltünk, utána többször sikerült ismét megnyernünk, de sajnos anyagi okok miatt nem sikerült feljebb lépnünk. Az egyesület legsikeresebb éve a 2010-es volt, amikor is megnyertük a megyei bajnokságot, a Velence kupát, és ezzel a csapat legsikeresebb évét zártuk. A Velence kupa az hazai velencei kupát jelent? Igen, természetesen ez már évek óta hagyomány. Ez a csapatnak úgymond egy levezetés, jutalom az egész éves fáradozásért, és minden évben 2000 óta részt veszünk a Velence kupán. Az idén hogyan készülnek erre a megmérettetésre? Hát a csapat folyamatos edzéssel készül, amikor jó idő van kint a domonyi pályán, a Szaszódi Javítóintézet segítségével télen ott szoktunk edzeni, ott készülünk, és januárban minden évben részt veszünk egy felkészülési tornán. Mit akar ez a felkészülési torna? Ez egy tábor jellegű felkészülés hát tulajdonképpen? Ez egy hétvégi torna, ahol a megye több csapata indul, sőt, MV2-es csapatok is sokszor szerepelnek, és ezen veszünk részt minden évben. Hogyan alakul a csapatnak az összetétele korosztály szempontjából, illetve akár, hogyha a földrajzi tekintetben is szemléljük? Hát a csapat nagy része domonyi lakos, vagy domonyi kötődésű. Ezen kívül vannak távolabbi barátok, ismerősök, akik nagyon szeretik a kézilabdát, és mivel a Galga mentén mi vagyunk az utolsó fecskék, ezért domonyba játszanak. Fecskék? Hát, úgy is mondhatnánk, mert amikor én elkezdtem a kézilabdát, nagyon sok csapat szerepelt még a Galga mentén is, és sajnos nem tudom milyen oknál fogva, szinte mindenütt megszűnt. De önök még hozzák a nyarat a kézilabdában. Mi természetesen még szeretnénk folytatni, amíg erőnk és anyagi lehetőségeink megengedik. Ha már az anyagi lehetőségnél tartunk, említette, hogy az NB2-be való bekerülésnek anyagi korlátai voltak. Milyen anyagi forrásokból tudják működtetni a csapatot, illetve mi az, amire szükség lenne itt az anyagiak tekintetében? Hát főbb szponzorunk Domonyi Község Önkormányzata, akitől jelen pillanatban 400 ezer forintot kapunk. Ez a fő bevételi forrásunk. Ezen kívül minden csapattag tagdíjat fizet. Vannak pártoló tagjaink, akiknek a segítségével
szoktunk részt venni a Velence kupán, az ő anyagi hozzájárulásuk segítségével jutunk el minden évben. Hogyha valaki támogatni szeretné, vagy tudná a csapatot, akkor milyen formában teheti ezt meg, illetve milyen támogatásokra számítanának? Hát az egyesület hivatalosan bejegyzett egyesület, tehát bárki támogathat minket, meg kell keresni az elnökséget, vagy bármelyik kézilabdást, és nagyon szívesen fogadunk minden segítséget. A mezünk még elég tiszta, nem úgy, mint a NB-s csapatok, és nagyon szívesen reklámoznánk bárkit, aki bármilyen segítséget tudna nyújtani a csapatnak. Hogyan alakul jelenleg a csapat létszáma? Hát a felnőtt csapatunk jelenlegi létszáma 20 fő. Ennek az összetétele igen vegyes. Nem vagyunk túl fiatal csapat, sajnos fiataljaink, ahogy az ifiből kiöregszenek, nagyon sokan abba hagyják a sportot. Iskolába járnak, elkerülnek a faluból. De vannak tehetséges fiataljaink, és a csapat törzsmagja, akik már több mint 10 éve együtt játszanak. Mennyire sikerül ezek alapján megoldani az utánpótlást? Hát az utánpótlás egyre nehezebb. A fiatalok nem igazán érnek rá, vagy nem akarnak ráérni a sportra. De a jelenlegi 10 ifjúsági játékosunk nagyon lelkes, és nagyon szívesen csinálja. Mit gondol, hogyan lehetne a fiatalokat egy kicsit motiválni, buzdítani, hogy megszeressék a sportokat, illetve hogy a kézilabda mint olyan közelebb kerüljön az ő lelkükhöz? Hát szerintem sokkal több kézilabda mérkőzést kellene adni a televízióba. Rengeteg sportadónk van, de sajnos egyre kevesebb adón lehet látni kézilabda mérkőzést. Szerintem ez is egy nagyon jó lehetőség lenne, hogy a fiatalok minél több kézilabda mérkőzést lássanak, ezáltal megszeressék. Milyen időintervallumú edzésekről beszélgethetünk, illetve milyen gyakran vannak ezek, heti, havi, hány alkalmat jelentenek? Minden pénteken tartunk edzést este 6 órától. Ez 1-1,5 óra időtartamú. Tehát heti egy edzés van tulajdonképpen mindegyik csapat részére. Igen. Együtt közösen edzenek a csapatok? Nem, vagy? Külön vannak az edzések. Az ifjúsági csapatnak van pénteken este 6-tól az edzés. Hát sajnos a fiúk is sokfelé járnak iskolába, egyre nehezebb összeegyeztetni még ezen kívül időpontot. Milyen kitűzött célok vannak, amit szeretnének elérni a közeljövőben? Hát szeretnénk a hagyományoknak megfelelően dobogós helyezést elérni, és ez az érem minél fényesebb, annál szebben csillog. Kívánom, hogy így legyen. Köszönöm szépen a csapat nevében. Nagyon szívesen, és a közelgő karácsony alkalmából pedig sok-sok támogatást kívánok a fal alá, sok új utánpótlástagot, és nagyon boldog karácsonyt önöknek. Nagyon szépen köszönjük, és viszont kívánom én is. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Szívesen. A következőkben a Pest megyei rendőrfőkapitányság sajtóközleményét szeretném ismertetni önökkel, a pirotechnikai termékek évvégi használatára vonatkozóan. Megyénk rendőrkapitányságainak munkatársai az ünnepi időszakban a pirotechnikai termékek forgalmazását, birtoklását és felhasználását fokozottan ellenőrzik. Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy az első osztályba tartozó pirotechnikai termékeket a 14. életévüket betöltött személyek, a másodosztályba tartozó pirotechnikai termékeket pedig a 16. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül, viszont a harmadosztályba tartozó tűzi játékot kizárólag nagykorú személyek december 28 és 31-e közötti időszakban engedély nélkül vásárolhatnak, birtokolhatnak. Az első és másodosztályú pirotechnikai terméket 1 kg nettó tömegig, a harmadosztályú pirotechnikai terméket 3 kg nettó hatóanyag tartalomig tárolhatnak egy időben összesen. A harmadosztályú termékeket kizárólag december 31-én 18 órától január 1-én 6 óráig használhatják fel. A fel nem használt termékeket január 5-ig a forgalmazó által megjelölt helyre vissza kell szállítani. Magánszemély petárdát továbbra sem használhat fel, és nem is birtokolhat. A szabálysértőkkel szemben az eljárásokat a hatóság soron kívül lefolytatja.
A rendőrség az ellenőrzések során a jogsértőkkel szemben szabálysértési eljárást indít, amely alapesetben 50 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, az engedély nélküli pirotechnikai tevékenységet végző személyek részére akár 100 000 forint pénzbírság is kiszabható. A pirotechnikai termék az eljárás során lefoglalásra kerül. Kérjük, hogy a fenti termékeket az előírásoknak megfelelően, a balesetek elkerülésének érdekében fokozott óvatossággal használják. A mai napon utolsó vendégem ismételten Antal Ágnes, okleveles virágkötő, akivel korábbi adásainkban már találkozhattak kedves nézőink, és akivel ezúttal karácsonyi terítékeket fogunk elkészíteni. Mert úgy gondoltuk, hogy a karácsonyi asztalterítést is egy kicsit megfelelően, ünnepélyesen kell elképzelni, vagy megcsinálni egy lakásba. Megint olyan dolgokat hoztam, amit nagyon egyszerű elkészíteni, és megpróbáltam arra figyelni, hogy ne kerüljön nagyon sokba. Ahogyan ezt már megszokhattuk tőled. Így van. A legeslegelső terítésünk az egy cserepes virág felhasználásával fog történni, mécsesekkel, gyönyörű kis mécses tartókkal, többféle variációval. Kétféle virágot hoztam, egy mikulás virágot, amely ennek az időszaknak egy nagyon-nagyon jellemző növénye. Ő ehhez a sötét téli időszakhoz igazodik, ő ilyenkor színesedik le a fellevele. Ez a fellevele, ez a szép piros. Létezik többféle színben, fehérben, rózsaszínben, cirmosban. Használják bármelyiket bátran. És hoztam egy nagyon-nagyon egyszerűt, a fogföldi íbolyát. Őt azért hoztam, mert ő megint egy egyszerű növény, és szereti a meleg lakásokat. A mikulással ellentétben ő inkább a hűvösebbet szereti. És igazi tavaszi hangulatot áraszt, hogyha valaki a téli közegből egy kicsit kitekintene már. A fogföldi az úgy egész évben el van, és bátran próbálkozzanak vele, mert nagyon-nagyon könnyű tartani a mikulással ellentétben. Ha úgy gondolod, akkor elkezdhetjük. Készen állok. Van egy megterített asztalunk, amelynél arra figyeltünk oda, hogy itt most két személyre terítettünk, egy nagyon-nagyon szép aranybetéttel. Ehhez az aranybetéthez mindenféle színt használhatunk tulajdonképpen, és ez most jó. Ha másféle színt használunk betétnek, ott figyeljünk a harmonizációra, hogy megfelelő összhatást érjünk el. Köszönöm szépen. A fehér terítőre soha nem teszünk fehér virágot, erre nagyon-nagyon figyeljünk, mert nem emelkedik ki. Ha nem fér el mellette a tálalásunk, bátran használjunk egy tálaló asztalt. Itt most mi ezt úgy képzeltük el, hogy van egy tálaló asztalunk, amelyen az ételeket fogják tálalni. Tehát akkor kezdjünk. Kezdjük. Van egy szép mikulás virágom, egy nagyon-nagyon egyszerű organza anyagom, és egy egyszerű üveg tálam, kaspom. Ez minimális költség, és lehet, hogy minden háztartásban van egy üvegtál. Az organza anyagot pedig a méteráru boltban vagy a kreatív borban. Látod, én ezt nem vágtam méretre, szemmértéket használtam. Közepére abszolút teszem a virágot. Karácsonyi hangulata van. Közepére, így van. Miért van karácsonyi hangulata? Hát mert fényes, mert piros, így és van. Visszaveri pontosan, a fényt, játszik a színekkel. Pontosan, remélhetőleg a kedves nézőknél ez ugyanúgy vissza fog jönni. Ennyi az egész. Igazítok rajta. Odafigyelek rá, ha kell, akkor betűröm, de nem szükséges. És készen van a karácsonyi asztaldíszünk. Mi kellett hozzá? Egy üvegkaspó, egy organzanyag és egy csodaszép mikulás virág. Megkérlek, hogy oda helyezed az asztalra. Mikor középen elhelyezzük, arra figyelünk oda, hogy ne zavarja a két szemben ülő embert a beszélgetésben, a kommunikációban. Ha nagyobb asztalnál terítünk, akkor arra figyelünk, hogy fel tudjuk tenni az ételünket, de itt képzeletben van egy tálaló asztalunk. Hoztam még két, pontosabban három darab angyalkát. Ezek nagyon-nagyon kis egyszerű üvegangyalok, mert ezek is fénylenek. Ezeket is el lehet oda helyezni. Én ezt rád bízom, jó, hogy a kedves nézők lássák azt, hogy tulajdonképpen ehhez nem kell virágkötőnek lenni, nem kell okított, kreatív embernek lenni, hanem egyszerűen, az ízlésünknek megfelelően. Egy egyszerű karácsonyi terítés. Csodaszép lett.
figyeltünk a szalvétára, hogy harmonizáljon, ha nagyon akarjuk piros. Még kombinálni, piros. Még egy pirosabb mintával, még tehetünk inkább kiemelhetjük, hogy egy bordó szalvétával akár összhangba. Piros meg a bordó, de lehet kapni nagyon szép rózsaszínes mikulás virágot. El kell képzelni a bordót és a rózsaszínt együtt, egy halvány rózsaszín organza anyaggal. Anyaggal, igen. Ennyi az egész, el kell készíteni otthon, mindenkinek bátran ajánlom. Gyors, egyszerű és praktikus. Praktikus, így van. A második terítékünk az alapvetően teljesen más színvilágból fog állni, és más anyagok is kerülnek felhasználásra, amint látom, de nem tudom, mik ezek a gyöngyöcskék ebben az üvegtálban. Ez egy nagyon-nagyon érdekes, imádnivaló, nyújjál bele, próbáld ki. Hű, ez híres. Ez egy zselé, ezt egy okos ember kitalálta, ez egy olyan zselé, mint mikor a zselatinnal otthon dolgozunk. Így néz ki kicsibe. Ez olyan, mint a gyöngy, amit fűzni igen, lehet. Fog meg, igen. Csak nem lyukas a közepe. Nem, bizony, ehhez víz kell. Egy ilyen mennyiséghez körülbelül fél liter, és egy 12 óra alatt megszívja magát. Ilyen érdekes csomagolásban van. Különböző színekben lehet kapni, kéktől a rózsaszínig. Tehát megint az aranyterítékünk van. És egy ilyen sárgás, zöldes valamit használunk hozzá. Használunk hozzá élővirágot. Én most fehér szegfűt hoztam, mert a fehér szín illik az aranyunkhoz, és azért szegfűt, mert méltatlanul mellőzzük a szegfűt. Kezdjük el szeretni, mert hálás virág. Azt azonban kiemelted az előző terítéknél, hogy fehér terítőhöz fehér virág nem passzol, de mivel itt az alapunk az egy másik szín, és mivel aranyterítőnk van így középen, van, ezért bátran használhatjuk most van, már pontosan, a fehér virágot. Mert a betétünk kiemelkedik. Ki fogja emelni. Így van. Itt most föl fogjuk tenni a mécsestartókat, hoztam aranytobozt, narancsot és fahéjat. Megáztattuk 12 óra alatt. Gyönyörű, hosszúkás poharakban beletöltöttük. Fogjuk a szegfünket. Arra figyeljünk oda, hogy ez a zselé ez ugyanúgy viselkedik, mint a víz, és a baktériumok ugyanúgy szaporodnak benne. Tehát ezt is frissíteni és cserélni így kell. Így van. Ezt úgy kell frissíteni és cserélni, hogy kell hozzá egy szita, és át kell mosni a szitába. És akkor nem folyik el a lefolyón. Látod, így, ennyi az egész. De jól mutat abba a színbe. Nagyon szép. És megint mi történik az üveggel és a golyókkal? Csillogást idézünk elő? Karácsonyi így hangulata van, lesz, pontosan. Mert hogy visszaveri a fényt, így tükröződik. Van. Elhelyezheted? Elhelyezheted. Teheted külön-külön. Én úgy gondolom, hogy majd ezekkel... meglátjuk a kompozíciót. Ezekkel a kis mécses tartókkal, igen. Akkor akár rakhatjuk középre is. Úgy. És megint ott van az egész, hogy nagyon-nagyon egyszerű kis tobozok, amit házilag is meg tudunk festeni. És amit a Barbara nagyon-nagyon ügyesen külön-külön helyezel, de csoportosan is, struktúrásan is elhelyezhetünk. Fahéj rudacskák, amelyeket lehet vásárolni boltban is. Isteni de jó illata van. És a Barbara ezt most szana szétrakta, de ezt megint lehet csoportosan rakni, hogy csoportosan jobban érvényesüljönek. Én most egy picit belenyúlok. Csak nyugodtan. És bocsánatot kérek, hogy belenyúltam. Tehát csoportokat képezünk belőle, hogy feltűnőbb legyen, esetleg az illata is jobban, intenzíven visszajöjjön nekünk. Mire figyeltünk megint a színekre? Megjelenik a szalvétának a színe a terítékünkben, és az arany kiemeli gyönyörűségesen az egész terítéket. Ez a kétfajta teríték bármelyik típusú lakásban tulajdonképpen megállja a helyét. Akár egy skandináv típusú fenyőfa bútorosba, vagy akár egy kolonia jellegű
kicsit elegánsabb. De én bátran merem mondani, hogy a mostani divatos minimalista IKEA stílusban is egy másfajta tányérral ez a teríték megállja a helyét, mert nagyon egyszerű. Főleg, ha még a barna mézes kalácsok is ott vannak a tányéron, a fehér díszítéssel. Ez a tovább jó, gondolva. Ez a jó az egészben, mikor beszélgetünk ilyenről, az egyszerű laikus ember is elkezd, már bocsánat, hogy egy kategóriába betettelek, elkezd gondolkodni, és átgondolja, hogy miket lehet még felhasználni. Bármit fel lehet, ezt a múltkor megmutattam a kedves nézőknek. És hát egy ilyen teríték aztán incsiklandozó étkeket is eredményez, úgyhogy egyértelmű, hogy tovább gondoljuk. Igen. Kétféle terítéken már túl vagyunk. Most lássuk a harmadikat, amikor egy asztaldíszt fogunk elkészíteni, amit az asztal közepére helyezve egyből díszbe borul. Így van, ez egy picit komolyabb, egy picit nehezebb, de aki otthon kreatívkodik, annak nem igazán nehéz. Hoztam hozzá egy-két különleges dolgot, de... Ahogy ezt már megszoktuk tőled. De aki nem akar költeni rá, és nem akar ilyesmiket csinálni, az otthon a kertben nyugodtan a téli zöldtől kezdve a tujjáig, ezt megbeszéltük már a jó múlt korában, és bármit felhasználhat. Van egy nagyon-nagyon szép tálunk, van hozzá fenyőgaljunk, van egyetlen egy szál fehér szegfünk, megint ragaszkodom a szegfűhöz és a fehérhez. És arra is figyeltél, hogy a kaspó színben harmonizál. Természetesen, erre nagyon oda kell figyelni, mert gondold meg, hogy van egy ilyen alapterítékünk, és ahhoz mondjuk hozzáteszünk egy teljesen elütő színű kaspót, amivel elrontjuk a hatást. Használunk tobozt, amelyet befesthetünk, boát, amit nem szabad soha kidobni, ezt már egyszer elmondtam, különböző gömböket. Nagyon-nagyon érdekes trópusi termés, úgy néz ki, mint a méhcsurgató. Igen. Ahhoz hasonlít, ő egy Leucodendron nevezetű növénynek a termése, a lótusz, amely természetesen már a múltkor beszéltünk róla, hogy az egyiptomiaknak szent növénye. Egy nagyon érdekes kokhia nevezetű zöldet, és egy másikat, a miliokládust. És egy nagyon-nagyon szép gyertyát. Ne sajnáljuk a gyertyára, a szép gyertyára a pénzecskénket, mert a szép gyertya az emeli a terítékünknek a fényét. Felszúrtuk, felmelegített dróttal, és középen kezdjük. Amibe beleszúrtam, ez egy oázis nevezetű virágszivacs, amely nagyon-nagyon egyszerűen megtartja a vizet. Az a titka, méretre vágható, mindig annyit használunk belőle, amekkorára szükségünk van, és egy szélesebb, mélyebb edénybe vizet engedünk, elengedjük, nem nyomjuk, és saját magától a súlyának többszörösét fel tudja a vízben venni. Mennyi ideig kell a vízben tartanunk, azt hogyan tudjuk? 10 perc. Tíz perc. Lesüllyed a víznek az aljára, és ott marad. És akkor látni így fogjuk, van, hogy megszívta magát. Sokan ismerik, sokan bátran használják, temetőbe készítenek tálakat. Könnyű vele dolgozni, az látszik egyébként. Meg is próbálhatod, meg is fogom neked mutatni. Én leszoktam a fenyőnek az alját szedni. Hogy könnyebb beleszúrni. Na most itt nyugodtan szúrjad. Itt egy ilyen asztaldísznél arra figyelünk, hogy egy ilyen kisméretű asztalnál nem csinálunk nagyobbat. Azt gondoljuk végig, hogy ha nagyot csinálunk, akkor takarunk. Ha kicsit csinálunk, elveszik, tehát az arányosságra odafigyelünk. A magasságra megint fogunk figyelni, hogy a szemben ülő emberek tudjanak egymással kommunikálni. Most azonban a poharaink is magasabbak, máshogyan helyeztük el a szalvétát, ami passzolni fog a magassághoz. Az egyik oldalát hosszabbra készítjük, hogy hosszúkás legyen, a másik oldalát pedig egy picit rövidebbre. Ez nekem könnyű, mert én ezt évek óta csinálom, szemmértékre csinálni, de egyszerűen hozzá kell mérni, és akkor látjuk, hogy mennyire pontosan. Pontosan, eltaláltad. Így van. Ezek a zöldek is gondolom oda fognak kerülni. De mindig előbb megcsináljuk az alapját, és próbálom a szimmetriát szimmetrikusan teljesen körbeölelni, igen, és azt is próbálom, hogy ebből a szépséges fenyőből ne kerüljön sok, látod, ennyi az,
nekem könnyű, ennyi az egész. És nem csak térben, tehát fölfele is építkezel, így csak oldali rendben, majd azt is fogják látni a kedves nézők, hogy ez miért történik, hogy fölfelé is építkezünk, takarunk. Uh-huh. Eltakarjuk a szivacsunkat. A szivacsot, a munkánknak a folyamatát. Ha nem jó helyre tettük, hát kihúzzuk. Ebből a szépséges, szép növényből oldalhajtásokat fogunk levenni. Mert vágok neked, amíg tűzzeled. Ez túl nagy lenne nekünk. És itt is az aljából lehúzkodok. Kicsit hosszabbakat, ha kérhetem. Hosszabbakat vágjunk. Igen, kell lenni ott mellette. Hát, megpróbáljuk. Fordítsál rajta. Ezeket kicsit talán rövidebb. Itt lesz. Megvan. Igen. Nehogy a kezedet vágjam bele. Nem tőled. Hú, de jól mutat benne. Hát, ezek már rövidebbnek tűntelen. Még egyet kérek szépen ide. Jó, most akkor az elég. Köszönöm elég szépen. Lesz. Igen. És már tulajdonképpen nem is sok minden kellene, hogy elhelyezzünk. Most fogjuk a szegfünket. Hová kerül a szegfű? Mivel ezt körkörösnek építettem, és általában szemből dolgozunk, én ezt most itt szemből teszem. Szemből középre. Igen, középre. És ha az előbb ugye próbálkoztál, hogy beledugni a fenyőgajat, érezted, hogy milyen könnyen belemegy. Ez nem úgy kell képzelni ezt az oázist, mint egy szivacsot, ez egy érdekes, jó vele dolgozni. Nagyon rugalmas anyag. Rugalmas, igen. Én már feldrótoztam mindent, itt sajnos drótozni kell. De nem működik a ragasztópisztoly. Van, amikor igen, csak a ragasztópisztolynál a vízre figyelni igen. kell. Mikor teljesen bezártuk a készítményünket, akkor lehet ragasztópisztolyozni. Egyszerűen meg lehet drótozni, körbe lehet vezetni a pikkelyek alatt a drótot, uh-huh. és meg rögzíteni. Lehet húzni, rögzíteni. Már mondtam, hogy a drótot azt úgy kell elképzelni, mintha zsinór lenne, és kötöznénk vele. Olyan könnyedén kell mozgatni. Így mi? Másik a lótuszok. Másik oldalra. Elkezd élni folyamatosan, ahogy adott hozzá az új anyagokat. Igen, hoztam nagyon-nagyon szép szallagot. Itt is figyeltem arra, hogy színben harmonizáljon. És nézd meg, bekerül egy elegáns, szép szallag, válik. Már ott a jellege. Ott a jellege. Hát én úgy gondolom, hogy ezt a lótuszt nem is kell beletenni. Fölhasználjuk azt a gyönyörűségesen szép fénylő, mert ezt a fényért tesszük be, semmi másért. És még zöld gömböcskéket is adunk hozzá. Ezeket a pici gömböcskéket, ezeket mindig úgy helyezem el, hogy csoportosan, mert itt azt szeretném elérni, hogy foltot képezzenek, színt képezzenek. És önmagában nem mutat. Hát annyira. Ha külön-külön teszem, akkor az teljesen más. És most takarok. Látod, az arany tobozokat már nem is igényeltük, mert nem kívánja. Igen, ha nagyobb lenne a felületünk, igen, akkor még el tudnánk helyezni. És most jön a sínítás. Ezzel finomítjuk tulajdonképpen. Igen, ezzel tesszük egy picikét légiesebbé, ezzel zárjuk le. És nem mértük az időt. Hát tehát, egy 5 percre satszolom körülbelül. Tehát aki nem ennyire gyakorlott, mint mondjuk én, vagy a kollégáim, azoknak is körülbelül egy jó negyed óra alatt készen van egy ilyen asztaldísz. Gyönyörű, szép. Ennyi volt az egész. Segítséget fogok hívni, hogy még szebb és még fényesebb legyen. Ma már a kreatív boltokban. Csillámporral? Lakkal? Igen. Mivel fogjuk még szebbé tenni? Egy kis csillogással. Hiszen karácsonykor a borsa sem elég. Ez a csillogó. Ez csillámporos? Igen, igen, egy kis arany van benne. Látod? Ó, igen, most látszik. Csodaszép. Ez az élő virágra is rámehet. Ez a fajta. Gyönyörű. És most odaadom neked, és rád bízom, hogy te hova helyeznéd el. Segítséget hívunk, még két
Két újabb kiegészítő. Kiegészítőt, hogy még fényesebb legyen a karácsonyunk. És én úgy gondolom, hogy nem lett olyan magas, hogy pontosan nem tudnak, passzol a pezsgős poharakhoz. Hogy nem tudnak beszélgetni a szemben ülők. Meg lehet gyújtani a középső gyertyát, de ha sajnáljuk a szép míves gyertyát, akkor nem fontos. És varázslatos hangulata lett. Egy szép asztaldísszel, egy szép díszítéssel tulajdonképpen a karácsony fényét még jobban emelni tudjuk. Még ünnepélyesebbé tudjuk tenni a szeretet ünnepét. A karácsonynak az a lényege, hogy együtt legyünk, hogy beszélgessünk, hogy szeressük egymást, de én úgy gondolom, hogy ne csak karácsonykor, hanem az év 365 napján ez a szeretet megmaradjon közöttünk. És az a pompa is, amit most ide varázsoltunk a segítségeddel az asztalra, és amikor ez itt megvan, akkor már nincs is más hátra, mint az, hogy jó étvágyat kívánjunk a karácsonyi étkekhez, kedves nézőinknek. Jó étvágyat és boldog karácsonyt! Önök a Porta 24. adását látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak, várom önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra!